Én, Laci, alapvetően elméleti kémikus, mégis történettudományi munkát írt a Szlovák Nemzeti Lét kezdete címmel, amelyet most mutatott be Budapesten a Háló Kulturális Központban, a Semmelweis utca 4-ben Budapest belvárosában. Miért Laci becenéven jegyzed a tudományos igényű történettudományi munkádat? Mert így tetszik nekem. Így tetszik, hogy azt tetszik nekem, hogyha így mutatnak meg. És kémiával foglalkozó elméleti kémikusként, műszaki értelmiségiként mi motivált arra, hogy történettudományi munkát írj? Hát, őszintén mondva, talán túl sokat, túl fiatal voltam, és túl sokat unatkoztam otthon, hát akkor gondoltam, hogy belevágok valami ilyesmibe is. A könyvnek az egyik kulcskérdése a szlovák nemzettudatnak a kialakulása. Ez a folyamat, ez hogyan alakult ki, hiszen ugye alapvetően a középkorban ugye volt egyfajta szláv lakosság, de mióta beszélhetünk arról a szlovák népről, amelyik ugye a Pribinára, Svetoplukra vezeti vissza magát. Hát az egy dolog, hogy mire vezethetik vissza magukat. Mondjuk nemzettudatról ugye 18. század előtt nagyon nehezen beszélhetünk. Nemzettudat 18. században vannak már valamilyen előzményei, aztán végül 19. században alakult ki, mondhatjuk, hogy a 19. században ért véget ez a folyamat, méghozzá második felében. Ebben a folyamatban miben különböztek mondjuk az osztrák-magyar monarchia idején a szlovák értelmiségnek a katolikus és a protestáns felekezet szerinti megoszlás alapján elkülönülő különböző értelmiségi áramlatai? Hát mondhatnánk azt, hogy azért nem annyira szerették egymást, jó volt együttműködés. Katolikusok alapvetően lojálisabbak voltak a magyarokhoz. Persze voltak kivételek. A protestánsok, luteránusok azok inkább először is kezdetben inkább a csehekkel próbáltak összefonódni, mégis a cseh nyelv volt a liturgikus nyelvük, ezt használták, Csehország felé húztak. Ott látták, onnan kaptak szellemi utánpótlást, onnan kaptak részben, később aztán természetesen elég utánpótlást is. A nemzeti identitásképzés szempontjából milyen szerepet játszott a Matica Slovenská, mint szervezet, és miért Ludovic Stúr, mint vezető értelmiségi figura? Matica Slovenská is egy érdekes dolog, hogy az első Matica, amennyiben az első Matica Slovenskáról beszélünk 1863 és 75 között, meglepően kicsi szerepet játszott. Annyiban foglalhatnánk össze a szerepét, hogy az lényegben egy ilyen ernyő szervezet volt, ahol összejöttek a magukat szlováknak valló értelmiségiek, többnyire papok vagy lelkészek, de meglepően keveset publikáltak, tehát tudományos tevékenysége, népművelői tevékenysége meglepően kicsi volt, ami Stúr illeti. Stúr önmagában egy problémás alak, mondom, sokat írtam róla a könyvemben, hát, és hogyha valaki elolvassa, akkor az rá fog jönni, hogy miért problémás, mert hogy igazából ő inkább egy figura. Egy árbóc figura, ami mögé különböző politikusok, különböző ideológiák mindig a saját dolgokat képzelték. Önmagával, mint Stúrral meglepően keveset foglalkoztak, és mind a mai napig is meglehetősen keveset foglalkoznak. Milyen személyiség volt a meglátásaid szerint? Makacs. Neve is mondja. Igaz, hogy a nevét egy picit más az etimológiája, de a Stúr, mint olyan német nyelveken makacs. Makacs ember, rendkívül a teherbíró képességgel, jó nyelvész, de rossz politikus. És mondjuk, mint ember, hát nem tűrte el a kritikát. Tehát mondjuk
nagyon nem tűrte azokat az embereket, akiknek más volt a véleménye, és aki ellenszegült, hát akkor azt jó, hogy nem átkozta ki. De önmagában, mint ember, tehát maga módján azért becsületes volt, nem hajtotta az anyagi javakat, törődött bátya árváiról, tehát emberileg egy komplex figura volt. És mondjuk, hogyha értékelnénk őt, hát mondom, önmagában nem volt egy rossz ember, de hát minden embernek neki is megvoltak a maga hibái. A könyvben 1880-ig terjedő időszakot vizsgálsz. Miért pont itt húztad meg az időbeli határvonalat? Hát, őszintén mondva, hát, ha valamivel az ember 10 évet foglalkozik, akkor már ideje valahol befejezni, és azért nem akartam szétfeszíteni a könyvnek a kereteit, az egy dolog. Másik dolog, ott van egy korszakhatár, ott fejeztem be, ott láttam jónak. Írhattam volna egy picit tovább is, csak ott már valami mással kellene foglalkozni többet, és mondom, arra még 10 éve nem volt. A kutató munkát hogyan végezted? Milyen forrásokat tudtál megszerezni ehhez a munkához? Hát források, mondjuk a primer forrásokat többnyire kiadták. Tehát mondjuk ott van a Sturnak a levelezése, ott van a kortársainak, vagy mondjuk a előző generációnak a levelezése, Kollárnak például megvan a levelezése. Csomó kiadványt ki is adtak, tehát mondjuk a szociális idején azért akármit is mondhatunk róluk, de mondjuk ezeknek a forrás kiadványoknak az öme akkor született meg, vagy akkor lettek pontosabban kiadva. Abból lehet idézni, vannak korabeli nyomtatványok is, valami digitalizálva lett, valami levéltárban volt, könyvtárban volt, ki lehetett kölcsönözni, tehát többnyire abból dolgoztam. Az általad vizsgált korszakban milyen volt a magyar és a szlovák népnek az egymáshoz való viszonya, és ez például a mai államközi és politikai viszonyt mennyire határozza meg, mennyire vannak ilyen múltra visszanyúló mélélektani vonalak, amik mind a mai napig még ebből az időszakból, és nem a későbbi csehszlovák időszakra eredettethető. Meglepően korrekt volt. A szabadságharcban is rengeteg szlovák szolgált a honvédségben. Ez még, sőt, még nem kis keserőséggel maguk a szlovák nemzetébresztő konkrétan Hurban is megállapított, tehát mennyi szlovák katona harcol ellenünk. Tehát meglepően jó volt a kapcsolat. Az, hogy ezeknek nem tetszett, az már egy más kérdés. Tervezed, hogy a későbbi korszakról is írj? Ha lesz rá pénz. És mik az egyéb terveid a jövőre? Most ugye ezzel a könyvvel itt jártál Budapesten, tervezed máshol is bemutatni? Ha meg leszek, hívom.